A sátorai helyi rendőrök lopás büntette miatt előállítottak egy férfit, aki a zemplén Kalandpark libegőjének görgőit tulajdonította el több millió forint értékben. A gyanúsított sátorai helyben egy önkormányzati telken tárolt libegő tartó oszlopairól a görgőket leszerelte, majd egy távoli hulladékát vevő telephelyen adta le. A kollégáim forró nyomon üldözés során, mind az eltulajdonított pályagörgők, mint pedig az elkövető felkutatása érdekében elvégezték a szükséges eljárási cselekményeket, melyek eredményre vezettek, mintegy két órán belül az pálya pályagörgők feltalálást nyertek egy a térségünktől távolabb eső hulladék felvásárló telephelyén, melyek alapján a sértetti kár teljes értékűen megtérült. A fiatal férfit elfogása után gyanúsítottként hallgatták ki. A gyanúsított kénti kihallgatás során az elkövető tényfeltáróba ismerő vallomást tett, a terhéreló bűncselekmény elkövetését elismerte. Ezt követően hatóságunk a sértett részére a pályagörgőket átadta, így ahogyan mondtam, teljes értékűen megtérült a kár. Bűncselekmény jogi minősítése, lopás büntetének elkövetése, mely három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A gyanúsított a hulladék telephelyen kapott pénzt vásárlásokra költötte.